Sziasztok! Ahogy az előző rész végén elmondtam, most egy kész technikával folytatjuk. Egyszerű dolognak tűnik az ütés, de az ütés maga, hogy ökölbe szorítsd a kezed, és nagyot tudjál ütni puszta kézzel, az nem egy természetes dolog. Először is, ugye a természetes dolog az embernek hosszú éveken keresztül az volt, hogy levette a gyümölcsöt a fáról, vagy kihúzta a gyökeret a földből, vagy fölmászott a fára, tehát fordított mozgás van. Itt a kézközépcsontokat meg kell elősíteni, és ökölbe kell tudni szorítani a kezet. Az pedig úgy néz ki, hogy belenézünk a tenyerünkbe, összezárjuk a hosszú ujjainkat, behajlítjuk úgy, hogy nem látjuk a körmeinket, és a hüvelykújnak az első ujjpercét rászorítjuk a mutatóujjunk középső ujjpercére, akár kihomba, akár küzdőkéztartásba, ez a lényeg. És aztán van egy olyan lényeg, hogy meg kell erősíteni ezeket az ízületeket, ezeket a pontokat, amiket ütünk. Igen, figyeljünk rá, nem a kis ujjunkkal mehet. Igen, nem azaz. Igen, érezni lehet egy idő után, hogy ez a lap, ez fölfekszik. Aztán lehet később olyan úgynevezett tameshivarit végezni, amivel átütünk bizonyos fadarabokat, és amikor megedzettük, egy kicsit föledzettük az úgynevezett szejkent, azt a felületet, amivel találunk, az öklünket, akkor jöhet az iskolázás. Ökölbe szorítjuk a kezünket, ahogy az előbb tanultuk, igen, küzdő kéztartásba tesszük. Az egyenes ütés az egy direkt mozgás. Két pont között a legrövidebb út az egyenes, tehát elindul előre a kezem, végigütöm a szejkennel, és utána visszahúzom kiinduló helyzetbe. Hát ez a mozdulat direkt és vissza a kiinduló helyzetbe. Van, ni, szán. Ugyanez az ellentétes kéz, egy kicsit messzebbről, jobban bele kell fordulni, bele kell emelni a sarkam. Igen, gyorsabban. Pam, pam. Nagyon jó. Utána összekötöm a kettőt, kettőt ütök ballal és jobbal. Így. Keresztbe ütünk. Figyelni kell, hogy amikor iskolázol, akkor ne tedd szét a kesztyűt, mert akkor torz lesz az iskolázás. Egymáshoz közel van, hiszen általában vagy a nyomorszájra ütök, vagy a fejére ütök, és az pedig középen van. Na még egyszer, bal jobb, visszarántom a kezem, bal jobb, ez az, jó, lerázom. Tehát a kéztechnika egyenes ütés alapjairól ennyi. A következő részben már Viviennel fogjuk folytatni. Sziasztok!